A VMS és a tartományi képviselőház elnök elmondta, hogy a köztársasági kormányzásban államtitkárok szintjén vennének részt. Szeretnék megőrizni az eddigi államtitkári tisztségeket az oktatási és az építésügyi minisztériumban, valamint a mezőgazdasági, illetve az egészségügyi tárcában. Emellett olyan új területeken is gondolkodnak, mint az energetika, a környezetvédelem, az igazságügy és a pénzügy. Pásztor István az államfő által bejelentett jövőre tervezett béremelésről is beszélt. Azt mondta, hogy ez reális és szükséges, hiszen az oktatásban, az egészségügyben, a közigazgatásban és más területeken is nagy az elmaradás a bérek tekintetében. Egészen biztos, hogy reális az az elképzelés, amelyik a jövő évre, a 21-es évre egy ilyen 5-6%-os, egészen pontosan, hogyha jól emlékszem, 6%-os növekedést lát elő. Ennek a keretei elegendők kell, hogy legyenek ahhoz, hogy a közszférában fizetésemelést vagy fizetés kiegészítést lehessen csinálni. A politikus a koronavírus járványra is kitért, kiemelte, hogy be kell tartani az egészségügyi előírásokat. Beszélt Alexander Vučić államfő azon bejelentéséről is, amely szerint Szerbia egy amerikai-német védőoltást szerez be. Az a fontos, hogy Szerbia ugyanúgy járjon el, mint és úgy jár el, mint az összes többi ország, hogy azokkal megállapodást köt, akiknél föltételezhető, hogy lehet, hogy ők lesznek az elsők, akik majd piacra fogják dobni. És egész biztos, hogy akkor, amikor megjelenik a védőoltás, biztos, hogy mindannyian föl kell, hogy vegyük annak érdekében, hogy ezt a jelenséget, amiről itt folyamatosan beszélünk, ezt gyökereiben megakadályozzuk. A VMS elnöke arra kérte az embereket, főként a veszélyeztetett csoportba tartozókat, hogy vegyék fel a szezonális influenza elleni védőoltást. Ez azért fontos, hogy minimalizáljuk a ránk leselkedő veszélyt, fogalmazott Pásztor István. Köszönöm. Picit fogja, jó? Jó.